A Padon Egyetem adott otthont az idei gyártás automatizálási konferenciának. A résztvevők azok a szakemberek, egyetemi oktatók, kutatók voltak, akik az automatizálás, robottechnológia, ipari kommunikációs hálózatok, gyártástervezés, informatika és hasonló területein dolgoznak. Az esemény nemzetközi hírű, mindezt jól mutatja, hogy mind a kiállítók és az előadók között számos külföldi volt megtalálható. A konferencián 12 szekcióban mintegy 50 előadást hallgathattak meg az érdeklődők. Arról, hogy mi a MATE szerepe, dr. Ludwig László, az Egyesület elnöke beszélt nekünk. A MATE, a Méréstechnikai Automatizálási és Informatikai Tudományos Egyesület és más hasonló szervezeteknek a szerepe egyfajta katalizátor szerep. Mi ebben tudunk segíteni, hogy előmozdítjuk ezt a kapcsolatépítést, ezt a kapcsolatteremtést az ipar és az akadémiai terület között. És hát ennek a rendezvénynek is egy ilyen burkolt, vagy talán nem is annyira burkolt célja van, hogy összehozzuk az akadémiai és az ipari területnek a képviselőit. Kimagasló színvonal az egyetem mérnök képzése, kutató és innovációs tevékenysége, amit több nagyvállalattal közösen kialakított kutatólabor is fémjelez. Az innovációs tevékenység mind a cégek, mind pedig a felsőoktatási intézmények életében nagyon fontos, és hát emiatt nagyon fontos szoros kapcsolatot építeni ezen partnerek között, hogy minél hatékonyabb technológiákat tudjanak kialakítani ezen tevékenységek eredményeképpen. Az előadásokon a nemzetközi hírű szakemberektől, a legújabb ipari és tudományos eredményekről, a kutatásfejlesztés mai helyzetéről is hallhattunk. Különböző periódikusan estünk át az elmúlt 20 évben. Először a cégek elsősorban az olcsó munkaerőért jöttek. Nagyon nehéz volt bejutnunk, a piacaink egy részét elvesztettük, a kutatásfejlesztési piacainkat. Természetesen igényelték a diákokat. Később pozitív volt, hogy néhány cég, például a Knorr-Bremse kutatóintézet hozott létre Magyarországon, és most már jutottunk odáig, hogy kutatásfejlesztési együttműködéseket végzünk, direkt szerződéseket tekintve, másrészt pedig felhasználva különböző európai és magyarországi forrásokat. Az általán vezetett kutatólaboratőm az Audi-val, Knorr-Bremse-vel, Bosch-sal és több más nyugati céggel dolgozik Magyarországon, sőt már nem csak Magyarországon, hanem külföldön is dolgozunk, Japánnak, Egyesült Államoknak. Tehát eljutottunk arra a szintre, hogy megfelelő létszámmal, eredményekkel, partnereknek tekintenek minket. Ipari fejlődés és versenyképesség nincs kutatásra épülő innováció, valamint jól képzett szakemberek nélkül. Így a Pannon Egyetem számára is fontos, hogy ebben a folyamatban meghatározó módon vegyen részt, együttműködve a magas hozzáadott értéket képviselő cégekkel, hangsúlyozta dr. Friedler Ferenc rektor a megnyitón.